javaslom azt, hogy kávét, vagyis koffeint éjgyomorra soha ne fogyasszunk, mert a koffeinnek cukor nélkül is önmagában vércukor ingadoztató hatása van. A cukorbetegség étrendi kezelésére is kaphattak tanácsokat azok, akik ellátogattak a Normafa Praxis Közösség legutóbbi előadásaira. Az Egészségért és a Hegyvidéken program részeként mindenkit érintő betegségekről és megelőzési módokról adtak tájékoztatást a szakemberek, ezúttal a Normafa idősek otthonában. Például a cukorbetegségről lesz szó, akkor szó lesz a szűrővizsgálatokról úgy általában, ezek jelentőségéről, illetve az elhízásról és az elhízás kezeléséről, gyógyszeres kezeléséről, illetve egyéb megoldásairól lesz szó. A Normafa Praxis Közösség, amelyhez 4 felnőtt és 1 gyermek praxis tartozik, tavaly nyár óta működik. A szakemberek ekkor nyerték el azt a pályázatot, amelynek keretében különböző témájú ismeretterjesztő előadásokat és külön szűrővizsgálatokat is szerveznek. Az elmúlt fél évben egyre többen és bátrabban jelentkeztek az olyan szűrésekre, mint például az érszűkületek felfedezését segítő bokakarindex vizsgálat, mondta el dr. Lovas László. Ez egyrészt azért fontos, mert egy nagyon drága géppel működik, és erre nyertünk támogatást, hogy vehessünk. Tehát a mi praxis közösségünk vett egy ilyen gépet, és ezzel az artériás érszűkület egy nagyon egyszerűen és fájdalommentesen szűrhető. Tehát gyakorlatilag olyan, mint egy vérnyomásmérés mind a 4 végtagom, és ebből számít a gép egy értéket, amiből elég jól lehet látni, hogy valakinek van érszűkülete, vagy nincs, és ha van, akkor őt tovább lehet küldeni egy Doppler vizsgálatra, érsebészetre. Úgyhogy ez azért nagyon fontos, mert gyorsan, egyszerűen el tudjuk végezni itt helyben, és van hozzá most már gépünk. Ha a szűrések alkalmával valakinél problémát találnak, akkor a Normafa Praxis Közösség orvosai további vizsgálatokra küldik a pácienst. Láttam egyszer egy filmet a Lincoln-tól, aki Lincoln elnökről, aki egy remek beszédet mondott, az volt a feladat, hogy a Fehérház kertjében át kellett adni egy zászlórudat. Zászlórud átadás, és ott egy Isten segedelmével akkor most ezt a zászlórudat én átadom, és akkor átadta. A Hegyvidék polgármestere Abraham Lincolnhoz hasonlóan egy rudat, igaz súlyzó rudat adott át a katasztrófavédelem fővárosi igazgatójának. Az apropó az az edzőterem, amelyet a budakeszi úton állomáshozó tűzoltók nemrég kaptak a Hegyvidék támogatásával. Jó fölfogott érdeke minden hegyvidéki polgárnak, hogy támogassa és segítse a tűzoltóságot, mert a mi biztonságunkról szól az is, hogyha a tűzoltók fizikai állapota kiváló és jó. Ezért aztán örömmel támogatunk minden ilyen ötletet és elképzelést, ami itt a laktanyában megfogalmazódik, vagy laktanyával kapcsolatban megfogalmazódik. Idén például ezt a konditermet. 2003-ban, amikor átvettem ennek a laktanyának az irányítását, akkor rendkívül rossz állapotban volt az épület, és sok-sok év és sok-sok befektetett munkaóra, de mindenek előtt az a nagy léptékű támogatás kellett a megújuláshoz, amit Hegyvidék önkormányzata biztosította számunkra. Itt, amíg jöttünk, meg is néztük, hogy miről van szó. A nyílászárók cseréje, a tetőszigetelés, a legénységi öltöző, klimatizálás, szertárpadozat, szertárfűtés, és még sorolhatnám azokat a felújításokat, amik ezekből a támogatásokból létrejöttek. A Hegyvidéki Önkormányzat 5 éve minden esztendőben évi 5 millió forintot biztosít jutalmazásra, illetve fejlesztésre. Ám ehhez a segítséghez a tűzoltók is hozzáteszik a magukét. Így volt ez a nemrég elkészült edzőterem esetében is. Felújítását kompletten a beavatkozott tűzoltók végezték. Ezt főképp szabadidőből oldottuk meg. Ennek a helységnek a kialakítását bontással kezdtük. Ez a helység 4 helységből állt, 3 válaszfalat kellett hozzá kibontanunk. Villanyszerelési munkálatok voltak, ajzatbetonozás, fűtési rendszernek a felújítása. És ha már áll a konditerem, a tűzoltók rendszeresen használják is. Felvételeinken az ugyancsak jó kondícióban lévő Berki Ervint látják néhány egyszerű gyakorlat és 110 kilós súly emelgetése közben.